példakép a stúdióban, egy olyan vendég, aki ennek ellenére, hogy azt gondolom, nagyon sokak számára lehetne példakép, sokkal ritkábban kerül a szemünk elé, mint ahogy tán illendő lenne. Pedig hát már kétszer is róla beszélt egészen biztosan, majdnem az egész ország. Sors Tamás 23 éves úszó. Kétszeres olimpiai bajnok 100 pillangón és ezüstérmes 400 gyorson. Világcsúcs tartó világ és Európa bajnok, jelenleg joghallgató. Junior primadíjas, a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. Paralimpiai bajnok, hogy egészen precízen fogalmazzunk. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. A paralimpia meg az olimpiai bajnoki cím az a világ számtalan helyén teljesen ugyanazt jelenti rangban, elismertségben, súlyban. Tehát az egy olimpiai bajnoki cím. Másképp kezeljük mi ezt itthon Magyarországon? Megtesszük a különbséget? Én úgy érzem, hogy vannak különbségek azért, de persze ennek van pozitív oldala is. Nyilván teljesen más, hogy készülnek a parasportolók, ugye, mint az épp sportolók. Olyan szempontból mondjuk, hogy nagyobb nehézségekkel kell megküzdenie egy sokkal sérültebb sportolónak, mondjuk egy tolókocsis nyilván nehezebben jut el az oszadába, sokkal több mindenre oda kell figyelnie. Szerencsére az én esetemben nincs nekem ugye akkora sérültségem. Én mondjuk gyerekkorom óta ugyanazt az edzésprogramot és ugyanazt az edzést végzem, mint az úgymond épúszok, ugye így hívjuk őket. Csak pár másodperccel később érsz mondjuk a célba. Csak pár másodperccel később, de a pulzusom ugyanúgy 200-as, amikor beérek. Na, kezdjük akkor a jelennél, vagy szinte a jelennél. Volt egy világbajnokság, ahol elutaztál, aztán nem indultál sérülés miatt. Jól vagy? Jól vagyok, most nagyon köszönöm. Igen, sajnos nyáron a világbajnokságra nem tudtam rendesen részt venni, viszont nézőként elmentem. Volt egy ilyen kis kiboltosulás a csigolyámnál, úgyhogy volt egy ilyen sportsérülésem. Azt mondom, hogy szerencsésen jött, mert így most tudtam rögtön kezelni. Nagyon rossz lett volna, hogy ez pont a paralimpia évében jön, mert akkor viszont azt kellett volna kiadnom, úgyhogy sajnos nem tudtam indulni így a világbajnokságon, de legalább időben észrevettem ezt a problémát. Mező Imre Zsolt készít közben rólad egy portrét, ezt majd a végén megkapod mellett, hogy meg. Köszönöm. Illetve hát lepődj meg, az is jó nekünk, ha meglepődsz, örülök én annak is, ha örömödben lepődsz meg. Mondd, az ember hogy készül egy riói paralimpiára? Például számolsz azzal, hogy kik lesznek az ellenfelek, vagy csak saját magaddal törődsz? Ott volt, hogy hívják, Matthew Caldry, igen, őt hívják. Gyakorlatilag a legnagyobb ellenfeled volt, simán verted, amennyire egy verseny bármikor sima lehet. Ő ott lesz Rióban? Ő abba hagyta. Ő London után abba hagyta az úszást, de sajnos azért jöttek. Tehát nagyon sok fiatal is előkerült, akik gyorsak és nagyon jók. Próbálom figyelni, de szerintem a legjobb taktika az, hogyha csak saját magamra figyelek. Ugye edzésen nézzük az időket, azért van egy világranglista, ahol lehet valamennyire mondjuk kísérni a többiek ideit, de próbálok ezzel nem foglalkozni. Próbálom saját magamat legyőzni edzéseken, és felülmúlni azokat az időket, amiket korábban úsztam. Korábban mesélteti a két olimpiai bajnoki címed, én ezt így tekintem, persze paralimpiai, hát igen, tehát a két bajnoki címed megszerzése belülről élményként teljesen más volt. Volt egy pekingi, ami gondolom egy ilyen önfelett, a fiatal beugrik a medencébe, ami a csövön kifér, és volt egy londoni, amikor már magadtól ijedtél meg igazán? Igen, így volt. Ugye a pekingben én 17 éves voltam, nagyon fiatal gyerek. Az egy olyan érdekes dolog volt, hogy olyan nagy siker jött hirtelen, hogy nem is tudtam annyira jól kezelni először. Tehát azért tényleg nagyon fiatalon sikerült egy ekkor eredményt elérni, az egy nehéz időszak volt utána. Viszont London meg ugye még nehezebb volt, mert én Peking után végig 4 éven keresztül veretlen voltam ebbe a számba, amiben úsztam, ez a 100 pillangó. És oda meg úgy mentem ki viszont, hogy elvárják tőlem, és én is elvártam magamtól. Tehát úgy nagyon nehéz volt, ez egy nagyon nagy teher volt, hogy végig nyertem, első voltam világbajnokságon, Európa-bajnokságon, világcsúcs tartó voltam. És igen, nehéz volt, akkor nagyon stresszes időszak volt ez a London. Most viszont Rióban úgy megyek ki, hogy most nem próbálok nem annyira izgulni, mint ami Londonban volt. Ha mondjuk már megszokásból szinte, hát ez már a harmadik. Ez most már a harmadik, igen. Igen. Nem lehet ehhez hozzászokni, nyilván nem lehet egészen. Más élmény bármivel szemben összehasonlíthatatlan élmény egy olimpiai döntő?
Abszolút. Már ilyenkor az elején is érzem, sokkal motiváltabb vagyok azért ebbe a felkészülésben, mint mondjuk tavaly vagy tavaly előtt, mert tudom, hogy minden egyes beugrásom, amit megcsinálok most a vízben, az mind a paralimpiai számlájára megy, úgymond. Ezt úgy is akartam kérdezni, hogy vészeli át egy úszó tólig? Hát ugye minden az olimpiáról szól, a paralimpiáról szól, és a kettő között 3 éven keresztül úgy kell úszni, mintha az is arról szólna, pedig egy csodát. Igen, ez nagyon... Hogy bírod ki? Ez nagyon nehéz. Meg kell találni mindig kis célokat, hogy tényleg, tehát megfogadom, hogy próbálok minden egyes edzésen ott lenni. Tehát ugye egy héten azért elég sok edzés van, 11 edzés. Ugye nem természetes, hogy ott vagy minden edzésen? Vannak reggeli elalvások, azért egy-kettő néha kimarad egy héten sajnos, de persze ez is már egy cél, hogy tényleg hónapokat csináljuk zsinort, úgyhogy mind a 11-ből 11 edzésen ott vagyok. Akkor nézek egy kisebb versenyt, akkor tudom, hogy lesz ez a verseny, ez is a következő célom, hogy ezen szeretnék egy jó időt úszni. Nem is a legjobb időmet, de egy jó időt. És így próbálom magam elé tenni az ilyen icipici célokat, de nyilván benne van az, hogy ugye a lényeg az a paralimpia, mint ugye az a legnagyobb verseny, és ez ugye azért különbözik, ez nehéz megtalálni. Főleg ugye ilyen időkben, amikor tél van, hideg, ilyenkor a legnehezebb reggel 5-kor felkelni és megindulni az oszodába. De mondjuk a csapat az nagyon sokat számít, hogy milyen csapatban vagyok, hogy milyen a klub, milyen az úszóklub, mert azért, hogyha az ember úgymond hazajár ugye az úszodába, akkor az úr őt sokat tud segíteni. Megkérdeztünk valakit, aki egyfelől jól ismert téged, másrészt ugyanabban az úszodában ő is hazajárt Hajdanában. Nekem a Tamás örök gyerek, és nekem mindig pontyocska. Nagyon-nagyon pici korától ismerem, amióta lejött az úszodából, és talán a legmeghatározóbb élmény nekem az, amikor ő eljött szurkolni nekem Athénban. Amikor becsukom a szemem és rá gondolok, akkor az a kis szurkoló, piros-fehér-zöldre festett arcú kisfiú jut eszembe, aki ott van az athéni lelátón. Néha szokott vitánk lenni arról, hogy mekkora felelősség paralimpiai bajnoknak lenni. Én egy picit másképp látom, mint ő, és néha meg szoktam rá orrolni, amikor úgy érzem, hogy nem érzi át ennek a komolyságát. Nagyon sok sportolót nem készítenek fel arra, hogy mi vár rájuk egy komoly siker után, és talán ő is egy picit ennek az áldozata, hogy sok helyzetben egyszerűen idegenül mozog. Nekem nagyon nagy álmom lenne, hogy egyszer őt láthassam élőben, úgyhogy még nagyon-nagyon sokáig úszon, mert azt már látom, hogy Rióban nem biztos, hogy ott leszek, úgyhogy még 4 évet húzom rá. Illetve ehhez a felelősséghez és ahhoz, hogy fel tudjon nőni a paralimpiai bajnoki címmel járó felhajtáshoz és példamutatáshoz, ahhoz kívánok neki nagyon-nagyon sok erőt, és olyan embereket maga köré, akik ebben tudják segíteni. Ez jól esett. Pásztori Dóra Londonból, hiszen ő most ott él. Az igaz az a történet, hogy voltak éppen neki köszönheted a saját karriered, még ha áttételesen is, mert ha ő nem úszik és nem olyan sikeres, akkor te sem? Így van egyébként, ugye ő is pécsi, és ugye ugyanaz volt az edzőnk, ugye Dr. Petra Vanatoli edzette őt is, akit most engem. Tolja bácsi. Tolja bácsi, ugye sokan ismerik. Igen, és amikor én elkezdtem úszni, akkor pont Dorinak volt az athéni sikere. És mondták, hogy van egy lány, aki hasonló sérültséggel rendelkezik, mint én, és van egy ilyen, hogy parasport, és nagyon jó eredményeket ért el. És igen, valóban így jött, hogy tudtam, hogy akkor végül is oda kell mennem ebbe az uszodába, ahol a Dóri úszik, ő nevelkedett, és volt egy jó pár év, amikor együtt úsztunk. És hát ugye ő azért idősebb, ő volt a példaképem nyilván az elején, tehát én nagyon olyan jó sikereket akartam elérni kiskoromban, mint amiket ő elért már. A közéletben te tudsz olyan harcos lenni, mint ő? Ugye most, amikor a paralimpiai bizottság körül a botrány kitört, akkor ő igen harcosan beszélte meg, igen. Látványosan nem, te csendben voltál. Te miért hallgattál? Én szeretek egyébként megbújni, nem szeretnék belemenni. Én akkor mindenkinek megmondtam, hogy nekem egy dolgom van a sporttal, az edzésekkel, az úszással foglalkozni. Nem akartam pont így most a paralimpiai éve előtt ilyenekbe belemenni. De nem ezt kéri rajtad pont számon? Tehát, hogy egy paralimpiai bajnok, egy kétszeres bajnok, ha megszólal, annak súlya van. Amikor ő megszólalt, annak is súlya lett. Vitte az ügyet valamilyen irányba. Igen. Gondolom, ezt a fajta közéleti szerepet várja tőled. Nem valahogy kell ennek megfelelned óhatatlanul. Igen, nyilván. Igen. Hát ebben különbözünk szerintem. Én inkább az ilyen megbújósabb vagyok, ő meg inkább az aktívabb. Tehát különbözünk ebben. De egyébként a hétköznapi életben is megbújós vagy? Nem szereted, hogyha nagyon sok reflektorfényt kapsz? Változó. Én mondjuk szeretem a saját környezetemet ilyen szempontból. Tehát nekem mondjuk megvannak az adott barátaim, megvan a családom. Én
inkább velük foglalkozom többnyire, én nem szoktam új emberekkel ismerkedni, nem nagyon, de mert persze nyitott vagyok, meg tehát azért járok egyetemre is tényleg, de nekem igazából megvan ez a közegem, ez a pár barátom és család, akikkel. Több barátod lett azzal, hogy olimpiai bajnok lettél? Nem. Nem, nekem már azok a barátok mai napig is, akik régen akkor voltak, és ez így is maradt. Hajdanában még az első olimpiai bajnoki címed után azt mondtad, hogy te gyerekekkel akarsz majd foglalkozni, edző akarsz. Most ehhez képest jogásznak készülsz, jogra jársz, mintha nem éppen az edzői pályafutás lenne ma már a szíved közepében. Vagy rosszul tűnik úgy, ha úgy tűnik? Egyébként gondolkodtam mind a kettőn. Mindenképpen szerettem volna a sportpályafutásom után valami komolyabb iskolát elvégezni, és gondolkodtam, hogy mi legyen az. Aztán pont egy másik úszótársam, a Mellinger Csobi, ugye is kint volt a paralimpián, ő is jelentkezett ide a jogi egyetemre, és akkor végül is ketten beiratkoztunk. Én örülök nagyon, nagyon szeretem ezt az iskolát. Kicsit lassabban haladok azért, mint az átlag, ugye azért úszás mellett nehéz a kettőt összeegyeztetni, de én számolok azzal, hogy az úszás az egy véges dolog, és kell építeni a karriert nyilván a jövőbe is. Úgyhogy, de nyilván mellette ott van ez a terv is, hogy szeretnék oktatással foglalkozni. Egyébként, amíg majd hallgató vagyok, reggelente vagy délután tudok egy-két óra gyerekekkel foglalkozni. Hát vagy edzeni, hogyha Pásztori Dorinak igaza lesz, és további olimpiák jönnek. A parasport világában van olyan fajta logikus korhatár, mint az épek sportjában? Tehát egy férfi úsz olyan 30 éves kora körül kezd kimenni a divatból, hogy úgy mondjam. Ez a parasportban is így van? Szerintem igen, én is úgy érzem egyébként most már, ugye hát 24 éves leszek, ugye a következőre már 28, hogyha esetleg számolok Tokióval. Ez még határeset? Határeset, igen. Tehát még nem tudom. Most jelenleg azt mondom, hogy nem, most foglalkozzunk Rióval, de ez persze változhat, nem tudom még ennyire. De azért már most is érzem, tehát nehezebb. A két edzés között mondjuk pont most mondtam egyik barátomnak, hogy ha nem alhatok két órát vagy egy órát a két edzés között, akkor a délutáni edzésbe belehalok. Tehát nekem muszáj már pihenni. Nem tudok annyira gyorsan regenerálódni, mint mondjuk régebben. Hát viccesen az egy 24. évedben, hogy öregszel, de ezek szerint. A pécsi sportbarátok legendákat mesélnek a te nagymamád lángosáról. Meg hogy igazából minden a lángososnál kezdődött, mert hogy ugye Tolja bácsi a szomszédban a régiségeit árulta, nagymamád meg a lángost, és igazából ettől lettél te sportoló. Igen, ugye a másik dolog, hogy a Tolja bácsi ugye pont a Vásártéren dolgozott, amikor a nagymamám már 30 éve a Vásártéren árulja a lángost mai napig minden vasárnap, és Tolja bácsi is járt nagyon sokat, aztán én ott pont játszottam, vagy ott a mama körül ólálkodtam, amikor Tolja bácsi odajött hozzám, és mondta, te gyerek, mit csinálsz itt? És mondtam, hogy mamánál vagyok, és mondtam, miért nem jársz úszni? De hát rögtön így kezdte, igazából minden gyereket invitál úszni. És mondtam, hát nem tudom, kellene? És mondta, hogy igen, és mert utána rá pár hétre el is kezdtem ott úszni, meg hát ugye nyilván a Dórit is hallottam, tehát nagyon sok szára jött ez, tehát már mondták többen, hogy ugye van a Dóri, hogy ő paraúszó, és hogy van ilyen lehetőség, hogy ússzak, akkor pont jött Olya bácsi is a Vásártéről, tehát nagyon sok jel már jött. Benned megvolt az a tudat? Akkor már megvolt az a tudat, hogy te különbözöl a többiektől? Az épektől? Nem. Szerencsére a szüleim engem úgy neveltek, hogy nem különbözöm, és az oszodában is ugyanazt kellett úsznom, ugyanazok voltak nekem a szintidők, mint az épeknek, és nem éreztem különbséget. Tehát amikor kondisztunk, nekem ugyanúgy kellett fekvő támaszt is csinálni. Tehát mindent azért ugyanúgy. Az mondjuk egy karral, egy kézzel kegyetlen. Igen, nehezebb, de megcsináltam. És nem volt könnyítés, hogy na most akkor 10-nél abba hagyhatod? Nem, semmilyen, és szerintem ennek köszönhető egyébként a siker is, hogy nem foglalkoztak velem másképp attól. Akkor viszont másképp kérdezem, benned tudatosította a különbözőséget az, hogy sportoló lettél? Nem. Én nem érzem. Az jó? Az jó, igen, abszolút. Ugye nagyon sokan mondják, hogy az úszás ilyen szempontból is jó. Tehát ugye ott egy úszógatyában kell lenni, ott nem tudod takarni magadat. Tehát ott a sérültségedet nem tudod takarni, ott beugrasz és úszol, és tényleg csak egy úszónadrág van rajtad. Úgyhogy szerintem ez mentálisan is nagyon jól felkészített engem, hogy nem kell takargatni. Hogy nem kell takargatni a sérültségemet, és hogy ezzel is lehet teljes életet élni, sőt,
paralimpiát lehet nyerni, és nagyon keményen lehet vele dolgozni, és sikereket elérni. Mennyire tudod levonni egy ember működéséről a következtetésedet, mondjuk egy egyszerű kézfogáson, ugye te bal kézzel fogsz kezet. Igen. Hiszen jobban problémás lenne. Tehát az emberek hogyan reagálnak erre, vagy hogy viselkednek utána veled, abból sok mindent le lehet szűrni? Megtanulja az ember kiismerni magát az emberek között? Változó. Van, aki rögtön azt teszem észre, hogy gondolkodás nélkül nyújtja a bal kezét, ugyanúgy is rendesen kezet fogunk. Van, aki elkezd balra-jobbra kapkodni, hogy akkor most hogy fogjon kezet. Van, aki nézi, van, neked aki... melyik a normális, hogyha ugyanúgy fog kezet veled, mint bárki mással jobb kézzel, és te nyújtod a balt? Igen, egyébként én tudom ezt gyorsan kontrollálni, hogyha jobbat nyújtja, akkor úgy kifordítom és kezet fogunk. Ha balat, akkor rendesen ráfogok. Tehát igen, ez egy ilyen érdekes dolog. Vannak ugye emberek, akik kérdezősködnek, hogy mi történt, van, aki nem is foglalkozik veled, de ez nagyon változó. Neked az a jó, nem foglalkoznak vele, ha ez nem kérdés. Gondolom. Ha kérdezik, sincs egyébként vele bajom. Tehát abszolút megmondom, hogy van egy ilyen sérülésem, így születtem. Szoktak téged kérdezni olyanok, akik szereznek sérülést, vagy születetten sérültek? Nyilván a kettő más-más lélektani helyzet, lehet, hogy erről is érdemes beszélnünk egy mondatot. De szoktak kérdezni, hogy hogyan lehet ezzel együtt élni úgy, hogy ne fájjon, hogy ne okozzon lelki törést, problémát? Igen, egyébként pont amikor jöttek nekem a sikerek, ugye a paralimpia után hát rengeteg megkeresésem volt, tényleg akkor nyilván reflektorba kerültem, nagyon sok üzenetet is kaptam, és nagyon sok szülő keresett meg engem, hogy van nekik egy ilyen gyerekük, nagyon szeretnék, hogy sportoljon, ússzon, és én nagyon sokat válaszoltam ezekre, hú, hát vannak egyesületek Budapesten akár, vagy vidéken, vagy Pécsen nálam, és keressék, és vigyék le az oszodába, és azért most már ez a parasport úgymond eléggé elterjedt, tehát már minden úszóedző is ismeri, úgyhogy van lehetőség parasportolóknak úszni. Más lehet sportolni úgy, hogy szerzett sérüléssel van valakinek dolga, vagy így született? Más az elfogadás folyamata? Igen, azért nyilván különbözik. Aki mondjuk balesettel szerzett sérüléseket, annak sokkal nehezebb ezt feldolgozni, mint aki nyilván így született. Nagyon sok baleseti ember van, aki mondjuk motorbalesetet szenvedett, autóbalesetet, és úgy kezd el sportolni, mert azért érzem, hogy nekik nehezebb, de mi egy olyan csapat vagyunk egyébként, akik ilyen nagyon lazák, és sokat szoktunk tréfálódni egymás, akár úgymond fogyatékosságán, így furán hangzik, de egyébként mi ezt poénnak is vesszük, úgyhogy tényleg, aki mondjuk bekerül a mi csapatunk... Egymás közt tudtok viccelődni. Egymás közt tudunk elég sokat viccelődni. De más ne viccelődjön vele. Ha megvan úgy a humorérzék, és tudjuk, hogy nem bántásból, akkor igazából röhögünk rajta, és viccel. Azok az edzők, akikkel dolgozol, azok szintén egy család, hiszen először Tolja papa fiával dolgoztál, majd most az öreggel, már bocsánat a kifejezésed, de hát 75 éves. Egy nagy rutinú, nagy tekintélyű úszóedző. Más vele dolgozni, mint a fiával? Más a kapcsolatotok? Más. Ugye az, hogy a fia és én köztem nem volt akkor a körkülönbség, azt azért lehetett érezni. Ti inkább barátok voltatok? Igen, inkább ilyen haverságba ment át a dolog, mint hogy ez az edző és tanítvány. Itt meg azért ugye Tolja bácsi, akkor az képest egyébként nagyon jó állapotban van, tehát nagyon fit és nagyon fiatalos, de nyilván azért megvan kettőnk közt, tehát én nagyon tisztelem a korát, nagyon tisztelem a munkásságát, és azért ez kell, hogy legyen valamennyi távolság is köztünk, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ő az edzőm. Nem és... csak ő, Jancsik Árpád is, azért őt is említjük. Igen, ugye, így legyen kerek. Igen, Jancsik Árpád ugye a másodedzőm, tehát ők ketten alkotják ezt a csapatot. Van 6 hírünk, illetve 5, mert a műsor előző részében Acél Endre egyet már kilőtt közülük, a kettest, neked itt maradt még 5, tedd meg, ha egyet választasz közülük. Az 5-ös szeretném. Tiszeker Ágnes, a magyar antidoping csoport vezetője szerint a nemzetközi dopingellenes ügynökség harca kezd egyre durvább lenni. Az atlétika után új célpontok jöhetnek, például az úszás. A MACS vezetője szerint a vizsgálatok számának növelését ugyanakkor nem lehet öncélúnak minősíteni, mert újabban már 40%-osra becsülik a sportolók dopping fertőzöttségét, miközben az eltiltott edzők, orvosok és más stábtagok száma 100 fölé emelkedett. Szóval a WADA nem csak üldöz, hanem azért eredményeket is fel tud mutatni, mondta Tiszeker. Ugye ez régi polémia, hogy mi van az úszás és a dopping között. Érdekes téma. Érdekes téma? Te látod az úszón, hogyha vélhetőleg doppingolt?
Én így nem tudom, nem tudnék. Keresed a jeleket? Nem, próbálok ezzel nem is foglalkozni. A parasport mennyire van átitatva dopinggal? Ugyanannyira, mint az Apex sportja? Nekünk ugyanúgy vannak ellenőrzések egyébként, tehát tényleg mi nekünk is ugyanazt a hollitit kell követni, ugyanúgy nekem is egy évben van 3-4 vizsgálatom, ugye én spontán, minden nap meg kell adnom egy időpontot, hogy hol tartózkodom egy órát, és akkor abban az időpontban megjöhetnek. Nyilván parasportban nem nagyon lehet annyira hallani dopping ügyekről. Nálunk egyébként nagyon érdekes, nálunk más dologgal próbálnak csalni, nálunk mondjuk pont fogyatékossággal próbálnak, tehát nálunk akár ez lehet ilyen dopping. Ugye 10 kategóriában sorolják a fogyatékkal élőket, igen. És te a 9-esbe tartozol, tehát a második legkönnyebb, ha igen, tetszik. Igen. És ezzel szoktak csalni? És ezzel lehet egyébként csalni, igen. Tehát 5-est a 6-osra, 6-ost a 8-asra. Pontosan. Nálunk inkább ilyenek vannak. Tehát, hogy mondjuk van egy 10-es kategóriás, akinek nagyon pici sérültsége van, de mégis 9-esbe próbál kerülni. Azért ezt próbálják kiszűrni, meg azért van egyre egy jó ilyen orvosi bizottság, aki eldönti, hogy pontosan melyik kategóriába tartozik, de azért vannak ilyenek sajnos. Érdekes világ ez, mert ugye az ember arra gondolna, hogy ez sokkal tisztább, mint az Apex sportja, hogy itt nem próbáljuk egymást átverni, hát hiszen ez pont arról szól, hogy épülünk, segítjük egymást, és közben mégse. A magyar mezőny mennyire erős? Mennyire vannak itt neked versenytársaid, kihívóid? Vannak. Tóth Tamás például, ő nekem nagy ellenfelem, de mellett nagyon jó barátom is. Azért nyilván kisebb létszámban vagyunk Magyarországon parasportolók, paraúszóként, mint ugye épúszóként. Ilyen szempontból azért nekünk a magyar válogatottba könnyebb bekerülni. De világszínvonalon azért nagyon, nagyon kemény és nagyon komoly ellenfelek. Én azt mondom egyébként, hogy könnyebb kijutni világversenyekre egyébként parasportolóként, viszont ahhoz, hogy jó eredményt érjél el, az viszont meg piszkosul nehéz. Ez azoknak is válasz, akik azt mondják, hogy hát a parasport az nem olyan kemény. Tehát lehet, hogy alapszinten nem, de aztán amikor már világszínvonalon zajlik, az pontosan olyan. Igen, az ugyanilyen. Össze szoktad vetni a saját fejlődésed az évsportolók fejlődésével, hogy egy év alatt mennyit tett rá egy hasonló szakákban úszó sportoló az épek között? Igen, amúgy figyelem, és egyébként nagyon nagy a párhuzam azért a kettő között, de ugye tényleg ez is benne van, hogy ugyanaz az edzésterv, tehát általában nincs olyan, hogy olyan edző van csak, aki parasportolókkal foglalkozik. Tehát csak olyan edző van, akinek vannak épp sportolói, és mellette van egy vagy két vagy három vagy négy parasportoló. És akivel ugyanúgy üvölti le. És akivel ugyanúgy, és ugyanazt az edzést tervet csinálni. Egy kép rólad, mutatom a kedves nézőknek, és mutatom rögtön neked is. Egyúttal köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Remélem, hogy jó helyet találsz a sok érem és serlek között ennek nagyon a képnek szépen. Is otthon. Sors Tamás volt a vendégünk, mondtam egy igazi példakép. Köszönöm szépen. Sok sikert Rióra. A Facebookon megtalálnak minket, remélem, hogy meg is keresnek, és egy hét múlva jön újra ez a műsor ugyanebben az időpontban. Viszontlátásra!